A Kamara Erdei Ifjúsági Parkban nyaraló idejüket töltő gyerekek, Simicskó István honvédelmi miniszter, a 11. kerület országgyűlési képviselője és katonák kíséretében kezdhették meg a farkasréti temetőben nyugvó katonák hadisírjainak több évre nyúló javítási és karbantartási munkafolyamatát. A 10 nyughely gallyaktól és porttól való megtisztítása és a halott katonák nevének felfestése volt a folyamat első lépése. Mindez ahhoz járul hozzá, hogy a gyerekek megismerjék az országok kulturális és történelmi értékeit, ami által a hagyományok és történetek világa is felelevenednek számukra, a hazaszeretet érzését erősíti bennük. Fontos, hogy a gyermekeinket bevonjuk abba az érzésvilágba is, amely abból áll, hogy az elesett hőseinkről emlékezzünk méltó módon. És hát nyilván az emlékezésnek, az emberérzés kifejeződésének egy magas szintű megnyilvánulási formája az, hogyha a hőseink emlékműveit, síremlékét rendben tartjuk. Az ismert temetők állapotának ellenőrzése Oroszországban, Ukrajnában, illetve az egykori első világháborús frontszakaszokon több százezer sír gondozására vonatkozik. Magyarországnak 9 országgal van kétoldalú hadisírgondozó megállapodása. A hagyományok és emlékek megőrzésére irányuló feladatkör apropója a 2014 és 2018 közötti első világháborús centenárium.